Szervusztok ismét! Ezúttal teljesen másfajta, vagy mégsem teljesen másfajta valamit fogunk megépíteni. Ugye megépítettünk már egy harckocsit, egy tankot, a Panzer 1C-t, megépítettük a Focke-Wulf 190-es A8-asát, és ugye streameken belül meg lehet építve, hogy ezt ne felejtsük el, hogy a Tigris 1-est megépítettük, a királyt is, ugye a Tigris 2-t megépítettük, megépítettünk egy Panzer 4-est különböző változatban, ezek voltak a streamek, és ne felejtsük el azt, hogy egy háborúhoz, ahhoz, hogy egy hadsereg működjön, ahhoz szükség van nem csak tankokra, nem csak repülőkre, nem csak hajók, hadihajókra, tengeralattjárókra, hanem szükség van hozzá ugye emberekre, ugye amiket mutat, lehet itt látni hátul a német katonákra, és szükség van bizonyos szállító járművekre is hozzá, amik tulajdonképpen a németeknél is, meg a többi csapatoknál is megoldották az ellátását a tankoknak, a repülőknek, az embereknek, a hajóknak, a tengeralattjáróknak. Na most azt tudni kell, hogy a német hadsereg alapvetően olyan tévhit él, hogy jól volt motorizálva, nem. Rengeteg lovaskocsit használtak, és rengeteg kerékpárt. De ezen felül volt rengeteg motorizált eszközük is, és hát teherautókkal is rendelkeztek. Ugye ezekben az egyik fajta, az ugye az itt látható Opel Blitz. Ugye lejjebb húzom, és akkor látni fogjátok. Opel Blitz 3,6, 36S. Ugye ez tulajdonképpen a 3,6 tonnás mi voltára utal a Opel Blitznek, amit viszont kevesen tudnak, ugye mindenki úgy gondolja, hogy az Opel az alapvetően német autó, nem. Az Opel az General Motors, a General Motors pedig amerikai cég volt, és az amerikaiak szállították nekik ezt a teherautót, ugye 36-tól 44-ig volt hogy is mondjam, csak ezt, tehát szolgálatban, és hogy németnek hozza őket, mert alapvetően az amerikai ettől függetlenül nem ezeket használták, hanem a Ford teherautókat használták. Ugye teljes hossza az 6 méter, 3626 köbcentis, 6 hengeres, 68 lóerős motorja volt, 320 köbcentis hatótávolsága volt, és maximum 54-el volt képes menni. Maga a teljes súlya, most az önsúlya kocsinak az 2,5 tonna volt, és 5,8 tonnát bírt el maximum. És akkor most helyesbítem önmagamat, a 3,6 az tulajdonképpen a 3600 köbcentijére vonatkozott az autónak, úgyhogy most egy ilyet fogunk majd megépíteni. Lehajtható oldalfalai vannak, egy legénység jár hozzá, és egy Panzerfaust 60M, ugye egy páncélököl, 42-45-ig volt szolgálatban, 149 mm-es volt, és 60 méterre volt képes ellőni. Ezek általában harckocsiára voltak hatásosak. Amit látjuk itt ugye, az ellátásról beszélve, üzemanyagot visz, és bombát visz a legénységnek ezzel az autóval. Úgyhogy 310 kockából áll, és egy darab ember van benne. Kezdjük az összeépítést, ne húzzuk tovább az időt. Lássuk, mit jelent egy doboz. Kézre vigyázni, mikor vágjátok, mert kézből csak egy van, dobozol meg sok. Jó. Itt legelsőnek mindjárt a füzetke jön ki belőle. Ugye van egy füzetkéje. És azt írja, hogy nyomtatottak, tehát ezek nyomtatott dolgok vannak, és nincsenek matricáik a kocsinak. Tehát ezek mind rá lesznek nyomtatva. Kapunk egy kártyát hozzá, kapásból. Ezt mindjárt ide is rakhatjuk, ide hátra, mert majd ezt elrakjuk. Jó, lapozzunk bele, hogy van-e alkatrészegység, érzik, nincs benne. Jó, amit itt látunk, ugye láthatjátok, hogy
Ugye ők alapvetően az amerikai Fordokat használtak, itt Ford Aero, az egy mentőautó, Ford mentőautó. A németek használtak még ilyen féllánc talpasokat is, és ugye itt látható a legújabb Leopard 2-es tank, a kollekcióból is egy Valentin Mark 2-es, amit meg lehetne vásárolni. Jó. Oké. Van egy hatalmas, van egy egyes zacsi most már, van egy egyes zacsink. Egyes zacsink. Meg van egy kettes zacsink. Ez tök jó, mert végül akkor a kettes zacsink, ezt külön fogom tenni. Azt el fogom tenni külön egyelőre, és akkor csak egy zacskóból kell táplálkozzunk. Több frankó gumia jó gumiabrakai vannak. Na, jó. Egyes zacskót bontjuk, jó? Az egyes zacskót bontjuk. Egyes zacskót bontjuk, és haladunk lehető leggyorsabban. Így. Kuka. Kia. És akkor egy kis zacskó. Hú, egy halom. Kicsos. Hát, van rendesen anyag. Jó, szerintem amondó vagyok, hogy kezdjük el mi hamarabb bontogatni őket. Kicsit szétszedni őket, hogy ahogy szoktuk. Ne húzzuk az időt vele. Így né. Szokásos módon megnézve, nem marad benne semmi, mehet le oldalra, és akkor hát vannak ilyen különleges dolgok, sárvédők, amik mehetnek egy helyre. Így van. A feketék mehetnek, a fekete lapok mehetnek egy helyre. Így né. Dobálom őket gyorsan, hogy haladjunk. Ó, jó sok fekete lap lesz, amit fel fogunk használni. Így van. Szürkéből vannak ilyen billenősök, ezek az oldallapjai lesznek neki. Ezt külön rögtön ide rakom, szürkéből ide teszek egy ilyet. Különleges elem. Így. Ezt ide igyekszek tenni. Így. Most a feketéket egybe rakom, ami nem különleges. Jó, kezdjük tovább szortírozni. Bontsuk fel az egészet, az a biztos. Jó. Egy kicsit szerintem billentek a kamerám, mert nem baj, hogyha egy kicsit távolabb látunk, igaz? Igen, így valahogy, így jobb lesz. Szerintem, jó. Jó, megint teljesen kiürült az acsi. Ennyi. Mehet a szemetesbe. Van most már barna cuccunk is. A barnákat azt ide dobálom, hogy ne legyen egyik semmivel sem. Így a szürkék jöhetnek ide, az egyszerű szürkék. Így a feketék azok jöhetnek ide. Mert egy fekete különleges az jöjjön, akkor ugye nem olyan fajta, amit esetleg minden egyes alkalommal használnánk. Úgyhogy ezt mindenképpen célszerű mindig külön pattintani. Na, jó, jönnek most ezek a másfajták még. Fölvágom az első zacskó teljes tartalmát, hogy tudjunk haladni ezzel, jó? És akkor meglátjuk, hogy mind jövünk ki ezzel. Jó, hát ezek mind javulók. Ez ilyen érdekes szürke, ezt inkább ide rakom, meg ezt is. Szürkének vannak ilyen ajtó, akármik az oldala. Ugye mondta, hogy festettek, ide rakom be az ülést is, a barnát ide rakom, a fekete az jöhet ide, így, szürke ide. A feketéből elég sok van, az fekete az ide jön, meg ez is az különlegesebb egy kicsivel. Ide, jó. Oké. Ismét felvágunk egy zacsit. Jó, ne maradjon benne semmi. Jó, meggyőződtünk róla, szürke különleges. Ezek az oldalai a platónak, oldalhajtókái szerintem. Ezek mind ahhoz valók, így van. Nagyon jó, megvan. Fekete. Jó, hát feketéből jó sok van.
külön össze kellett volna szedni egy másfajtában, ez különleges szürke, ezt ide rakjuk, ez is különleges fekete, ez is különleges fekete, ez is, meg ez is, úgyhogy azokat tesszük csak be, amik eléggé homogének, tehát egyfajták. Jó, na nézzük itt a... Nyíljuk le a maradékokat, így mi. Aha, a szürkéből tegyük ezt ide. Hát feketéből tegyük ezt a két, ez azért hol érdekes. Tegyük ez a kicsiket, tegyük ide, mert a kicsit azt jobb lesz külön kiszedni a helyekről. Így mi. Ez az, hát ezt ide raktuk ideig, ezt akkor ide rakjuk. Szürkéből is tegyünk, mit tudom én ide, kicsiket. Jó, ezeket a kicsiket tegyük ide, jó? Jó, a szürkében legyenek itt a kicsik, amik esetleg kellhetnek. Jó. És még egy zacsink van, és akkor készen is vagyunk, és akkor neki is állunk, jó? Azonnal neki állunk. Itt a kormány is, meg ilyesmi szerintem, hogy. Jó. Ugye arra mindig vigyázni kell, hogy asztal közepén bontsátok, ne szóródjon széjjel a cuccos. Hú, micsoda! Nagyon komoly váltóbot van benne. Ezt mindjárt külön is teszem ide. Meg a kormányt is. És ezt a fekete picikét ezt ide teszem, így. És a szürke picikéket meg ide rakjuk, és akkor egész jól szétszedegettük most. Ezt most egész jó. Igen, a tárolt a kicsit könnyebb szedelés, de most remélem, megmondom őszintén, de jó. Na. Nyissuk is ki. Mutatja az egyes zacsikkel. És kell nekünk, azt mondja, hogy hú, egy csomó mindenség kell majd hozzá. Na, hát akkor lehet, hogy nem véletlenül volt ez így csinálva. Jó, hát egy kicsit akkor meglocsoljuk ezt a dolgot. Na, akkor kell nekünk olyan, mindjárt jön a okosság, a számolgatás. Ez ugye 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Meg kell keresni, mi 6-os. Egyszer, jó. Kell keresni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 4-eset kell keresni. Ez a párja, igen. Kell keresni egy darab 2 x 4-eset, igen. Kell egy darab, kell keresni, azt mondja, hogy ilyen, ezt egy ilyet. És kell keresni, azt mondja, hogy egy olyat, aminek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Ez 8-as, szerintem ez egyen hosszabb, jó. Itt az első direktíva, amit megad. Jó, ezt így mutatja, hogy akkor ezt ide kell így tenni. A 6-os mögé a 8-ast, mögé a 4-est, mögé a 6-ost. Aztán keríteni kell megint egy darab 6-ost. 6, ezért, igen, 2x3-as pontosabban, ezt én így... Na, hol vagy? 2x3-as. Itt van. 2x3-as. Akkor megint kell keresni egy 1, 2, 3, 4, 5, 6-os, igen, egy ilyet, igen, megint kell egy 8-as, kell egy 3-as, pontosabban 2, jó, mindjárt előkerítjük a másik 3-ast, így van, megvan. Kettő, és kell egy hosszú, az szerintem az 8-as. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jó, oké. Na, akkor a következő módon építi össze az elrótót, ide rakja a 6-ost. Így. Ezt itt megtartja, és ezt ide következően rárakja ide, rögtön mögé. Így. Nagyon jó. Tehát megfogja a 8-ast, azt is ráépíti. Így. Ez az. Jó, összenyomkodja. Igen, megfogja a 2-3-ast. Így. Így ide rakja. És ezt pedig így ide teszi, és egyet kihagy. Tehát itt hagy egyet ki, itt egyet kihagy, és lelógatja a végén a 8-as, tehát nem teszi rá teljesen,
meg fog mutatni, ugye, amikor elkészült, hogy gondolta. Tehát így csinálta meg, hogy itt hagyott egy lukat itt, és ugye itt lehet látni, lelóg a vége neki, látjátok így. Jó. Na, azt mondja, most két nagy darab jön megint, két darab 8-as jön szerintem a következő lapon. Na, a számolósomat. 1, 2, 3. Igen, két darab 8-as kell hozzá. Kell egy darab ilyen. Kell egy olyan, ami 8x2-es, tehát 8x4-esből 2, 8x2-esből 1, és kell egy darab 4x1-es, jó. Na most, hogy teszi föl őket ide? Aha. Jó. Az elejére teszi föl ezt így. Így ide fölteszi. Így, ez az, nagyon jó. A furcsánál nincs összetapadva teljesen. Meg van kancsolva egy kicsit. Most már jó, oké. Jó, utána fogja, és kiszámol innen, 1, 2, 3-at üresen hagyja, és teljesen úgy, hogy 2, 2 lógjon, tehát ugye 4, 4 lógjon le, úgy ezt felrakja. Felrakja mögé a 8-ast, így, ez az, és felrakja mögé ezt. Személyemetlő spórolt, tehát nem kellett neki gyártani annyi anyagot, és akkor megoldotta. Nagyon jó, ez már elég merev alváz lesz. Jó, azt mondja, és van még egy 4-esünk, bár ezt nyugodtan össze kell nyomogatni. Nagyon bokat. Jó, strapabíróan elég egybeépített a dolog, és hátul megint marad itt kettő, és ezt ide rakja a 4-est így. Megmutatom mindjárt, hogy így rakja ide, hogy itt lemaradt ez, látjátok? Így rakta fel a 4-est. Na, akkor most jön két darab háromszög, amit előbb ide raktunk. Így jön két darab ilyen, 1 és 2. Nagyon jó. Azt mondja, hogy jó. Azt mondja, hogy jön ilyen fajtából, ebből a fajtából jön kettő, megint. Ide, ez jön ide lentre, így. Azt mondja, hogy vastag. Ebből a vastagból, ez ehhez passzol színbe, jön kettő, és egy darab 2x2-es, tehát a 4-es jön még. Na most, következő módon csinálja meg. A háromszöget, azt fogja és ide rakja így előre, ide. Megmutatom mindjárt, hogy hogy. Ide erre raktuk rá, a legelejére. Így, jó. Aztán ide rakja a másikat mellé. Így. Ez az, nem bénázik, oda rakja. Jó. Utána fogja és ezt, az ilyen fajtát, innen egyel távolabb, és ide rakja fel ezt a dolgot, így. Ide. Ez az. Jó, felnyomódott. A másikat pedig vele szembe építi. Mutatni fogom mindjárt, hogy lássátok, hogy történt. Tehát itt maradt ki egy darab. Itt maradt ki egy sornyi. Jó. Erre ráépíti ezt a láda formát, ugye ezt a szürkét, ez nem teljesen fekete, sötét szürke, és csinálunk egy ládát, így rárakjuk az oldalára a ládát, és már kész is van a teherautó szerszámos ládája az egyik oldali, felrakjuk a másik oldalit is szerszámos ládában, és felrakjuk a fedelét rá, és kész van két szerszámos láda, ezt most lepattam, de majd vissza, ez is meg lesz, valamilyen frankó módon meg lesz rögzítve, gondolom én. Igen, és utána fogja ezt az egy darab 2x2-est, és ide rakja, ide, rögtön közvetlen mögé. Jó, oké, lapozzunk. Na, egész jól haladunk. Azt kell, hogy mondjam. Jó. Na, akkor azt mondja, hogy kell most nekünk egy ilyen, egy hármas, ötösből kell egy, nem, hármasból kettő kell, ebből kettő kell, ötösből is kettő kell,
kell ilyen L alakú, ami botor módon szerintem beledobáltam ide, vagy igen, azt szerintem beledobáltam, nem, jó, megvan, egy és kettő, jó, kell egy darab négyes, és kell az utánfutó, a vontató harag. Lássátok, ez kell. Jó. Na. Oké, na nézzük akkor. Kezdjük a legelején. Mutatom, ezt fogom felrakni, ez egy darab négyes, az, az ide így ezt összefogni. Így. Fölillesztem, helyen van. Jó. Jön a következő dolog. Jön a... Kimarad itt megint ez. Ja, nem, igen. Utána jön az ötös. Az ötös jön ide. Ide. Így. Mellé tehetjük a másik ötöst rögtön, hogy kimerevítsük még jobban. Így. Ez az. Itt, ide. És a hármasok meg ide jönnek. És akkor egy szintre hoztuk. És meg van vastagítva az egész. Így né. Jó. A sarokra, a ládákhoz, ide, ide, így. Ilyen formációban ez ide fölmegy. Itt, ahogy látjátok. Ez ide fölmegy. Áj, mindig lepattam, majd csak megcsináljuk már utána, és akkor nem fog leesni. Semmi baj. És akkor a másik az meg az ellentétes oldalra megy ugyanúgy ellalakban. Nagyon jó. Na, van nekünk hátul egy ilyen akármink, ugye ide ez ki volt eddig hagyva. Most ezt így szépen be is tesszük ide. Ezáltal így fog kinézni, és a horog, a vonó horog, az pedig ide marad, a legutolsó kis kilógó részen lesz rajta. Így, teljesen jó. Oké, szuper. Na. Következőben jön nekünk, azt mondja, hogy kell nekünk egy 6-os, kell nekünk egy 8-as, igaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, igen, 8-as, 6-os, egy 8-as, kell nekünk egy 2-es, majd ilyen kicsi feketéből kell egy 2-es. Na, 2-es az hol lesz vajon? Fekete 2-es kell, 2-es, 2-es, gyere elő. Ez nagyon jó, nincs ideálom, fekete 2-es. Jó. Na, várjunk, igen. Hát a sötét szürk ez a 2-es, na majd meglátjuk. Azt mondja, hogy tehát kell egy szürke 4-es. Ez 5-ös. Hát ez tök jó, hogy így szivatsz. Itt a szürke 4-es, jó. Szürke 4-es, fekete 4-es, feketéből ilyen, feketéből kell olyannak lenni, ami picikét hosszabb, éppen hogy csak hosszabb. Az érdekes lesz, ezeket a izéket viszont itt rakom be, ez az ilyen szürkéte. Jó. Jó, tehát kell egy ilyen, ilyen, kell egy ilyen, és ez mennyi ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6-os, 6-os kell, jó, egy ilyen, és kéne egy 2-esnek valahol lennie. Hát ez jó kérdés, hogy az melyik, mert azt ugyanúgy nem látom. Na mindegy, dobáljuk bele a kettét, lehet, ha meg lesz a 2-es, kéne, ha nem, akkor... Most szét kell nézzünk sajnos, akkor valamelyik lengyel illetőségű embert fogom illetni azzal, hogy nem így kéne összecsomagolni, mert nem így kéne összecsomagolni. Azt már sokszor mondtuk, de jó, azt mondja, hogy de itt van, megvan, most találtam, itt van a fekete. Igen, az ilyen, ott van, na, megvan.
Jó, nem illetjük semmivel a lengyel illetőt. Na, következő, megfogjuk a szürkét. A szürkét, azt ide fölteszük az elejére neki. Így. A feketét, a fekete 4-es, 4x1-est, azt ide rögtön mögé. Így. Nem egyszerű. Ez az. Jó helyen vagyunk. Na. Utána... Igen, fogom a 4-est, és a legelejére, ennek a legelejére teszem, tehát fog maradni mögötte egy sor. Megmondom mindjárt, mindjárt látni fogjátok. És utána jön a 6-os, a 6x2-es, az ugye ide erre a részre fog lecsúszni, tehát egy ilyen érdekes cakkos lesz a széle. Igen, és mögé jön a 6-os. Így. Aha, így. Aha, értem, megvan, jó. És akkor ugye itt maradt két ilyen a szélén, és akkor megadtam a módját az egésznek, és akkor kell neki egy 8-as, ami itt az egész hátát lefedi, ezáltal megint egy kicsit masszívabbá teszi az egészet. Ezt jó erősen össze kell nyomkodni, srácok, lányok, és akkor így, mert kezd egy egész komoly teherautó alvázzá válni. Na, nagyon jó. Ezzel is megvolnánk. Menjünk tovább. Jó. Kell nekünk egy 6-os, így van, és azt mondja, hogy 6 darab ilyen akármi kell, 1, 2, 3, 4, 5 és 6, megvan, és kell két kicsi, ami egy ilyen, és még egy ilyen. Ezek mind rácsosak, tehát ilyen fajta kell. Ami rácsos. Jó? Na. Nézzük. Következő helyzet. Azt mondja, a 6x1-est be kell tennünk ide. Itt a helye neki. Így. Itt fog maradni gyakorlatilag egy ilyen rész. Szerintem itt lesz a kerék majd nagyjából. És akkor el kell kezdeni úgy, hogy ezeket felrakni ide szépen. Mindjárt mutatom. Ide. Erre a feláll, ez lesz itt a fellépő. Először egy 2-es, és egy 4-es kell, aztán egy 2x1-es kell, aztán megint kell egy 2x2-es a legvégére. Ugye másképpen nem jön neki rendesen, itt megint föl kell tenni a legelejére. Hoppá, nem jól csináltuk. Ezt kell ide tenni. Látjátok, figyeljünk, mert ennek egy előrébb kell lenni. Bizony előrébb. Így, így, így lesz a jó. Tehát a láda az nem, ennél is hogy már miért ér hozzá ládához, de nem ér hozzá ládához, hanem én rontottam el, de hát javíthatunk még, javíthatunk vastagon. Így, így, nagyon jó. És akkor ezt ide, nagyon jó, így akkor ezt ide föl, mögé az egyest, és mögé a 2x2-est, így. És akkor így fog kinézni, így. Marad itt a luk. Tehát innen kezdjük a legelejéről. Ne roncsátok el, ti is, ha majd csináljátok. Na, azt mondja, hogy kell nekünk egy és kettő darab ilyen 2-es. Jó. Ezeket ide rakom, hogy lássátok. Két darab 2-es kell. Ilyen hosszúból kell nekem egy, vastagból 2. Hosszú gerendából, feketéből kell, ilyenből szerintem. Ez másfajta nincs is. Ilyen nagyon hosszú. Azért megszámolom, jó? Azt mondja, hogy itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó, megvan. Ebből kell 2. És kell két darab olyan, a feketéből ezt a kis picurkát hova leraktuk fel, basszus. Nem szóltok, hogy hátra kell felrakni a feketét ide, ideni, ide. Igaz? A kis feketét oda kell felrakni. Így van, mert előtte volt a... Igen, felrakjuk azt úgy. Itt felrakja a kampót.
Igen, és a kampóhoz tesz föl még egy ilyet. Ez ide való. Ide hátra a kampó elé való még egy ilyen. Ez a kis kettes, ami ott maradt lent. Uh-huh. Ha-ha, nem mindegy ám. Így van, így sokkal, sokkal szebb. Egyenesebb, jó. És kell nekem még két darab ilyen ellapú fekete. Na, hol van egy ellapú fekete. Megvan, utána kiszórtam, itt meg lett ellapú fekete. Tehát kell nekünk akkor kettő ilyen, kettő ilyen, kettő ilyen és kettő ellapú fekete. Kicsit itt összeszedem a feketéket és akkor leszünk ezzel nagyon jól. Na, akkor a következő módon mutatja ezt, hogy a felét le kell takarnunk ennek a valaminek. Tehát ide kell tennünk egy kettest, úgyhogy a felét le takarja ennek a bigyónak. Valamilyen szinten rögzíteni is fogja. Igen. És utána meg rá kell tennünk egy hatost. Így. Aha, tehát az elrögzítésnek is. Aha, így lesz, és akkor nem billen le. Nagyon jó. A másik oldalára szintén feltesztük így a kettest, így. És megírjuk ezt a hatost. Így. Azzal kell majd tolni. Nagyon jó. A feketét be kell lógatni kettőre mellé. És akkor úgy kell föltenni. Így. Tehát itt kétszer, kettesnek kell mellette lenni. Itt szintén. És most már akkor nem billen majd le a láda. Most már föl van rögzít a frankón. És a hátsó felénél pedig úgy kell csinálni, hogy ez szerintem ez így van, aha, igen, így. Hát a bonóhorok felé ilyen csúcsos legyen a hátsó fertá, így. Jó, megvan. Kis. Nagyon jó. Következőleg megint jön, azt mondja, hogy két darab tízes, igen, utána kell, azt mondja, hogy mennyi ez hosszra, az ötös igaz, 1, 2, 3, 4 és 5, jó, akkor el kell keresnünk, ami ötös, és 1, 2, 3, 4, 5, jó, és ott a másik ötös, nagyon jó. Kell ilyen fajtából venni kettőt, igen, 4x1-esből kettőt, és kell nekünk egy sima lapos 4. Oké. Na, akkor lássuk tovább. És ami mutatja, hogy jól tettük fel az előbb, ugye itt pontosan annyi hely fog maradni, és végre nem fog ezt többet lebillenni innen, hogy nézd meg, megvan az oldala a kocsinak. Így. Teljesen az elejéig, és ez pont ide illik. Azért kell ott pont kettővel előré rakni, hogy ez ide passzos legyen. Nagyon frankó. Jó. Utána az ötöst úgy kell betennünk, az ötöst, hogy innen a szélétől, tehát itt, ahogy van ez a luk, ez, itt már itt legyen az ötös, mert különben nem lesz jó. Így. És a láda végén ér véget az ötös, így van szerintem. Ha jól látom, megnézem egészen biztosan. Igen, a fekete itt van, és kihagyunk kettőt, és innen kezdjük. Innen kezdjük az ötös, így mutatja. Így, ez az, és akkor ezt meg ide mellé, így, ez az, ide kellett föltenni, így. Ennek a végéhez innen kezdődik. Jó, a négyesek egyértelműen ide mennek a helyükre, itt van a helyük, itt van kihagyva nekik, és ugye a hátuljára össze kell kötni ezt a hátsó kis cumondót, ide tesszük a lapos négyest, a kétszer-kettest, így, és ott is van, nagyon jó. Jó, a következőben kell vennünk nekünk elő, azt mondja, hogy szerintem az 8-as lesz, mert az nagyjából ide is illik, igen, 8-as. 8x1-esből kell elővenni egyet, helyett kettőt.
Kell elővenni egy szürkéből egy 8-ast. Igen, és kell elővenni a szürkéből még egy 2x8-ast. Igen. Kell elővenni egy, mennyi ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x2-est. Igen, és kell 4x1-est elővenni 2 darabot. 4x1-esből kell elővenni 2 darabot. Jó, szerintem nagyjából elég jó állunk a dolgokkal. Kezd elfogyni a fekete is. Na, jó. Tehát akkor nézzük, hogy is csináljuk. Kezdjük az egyszerű dologgal, a szürkével fedjük le ezt a dolgot itt. És akkor innentől kezdve nem mozog a kis 2x1-es vastag sem. Nagyon jó. Azért tettem ezt ide föl, mert így rögtön behatárolja nekem, hogy ugye egy fog kimaradni a legelején egy golyó, és idáig teljesen neki kell tolnom a 4x1-es feketét ide. Így. Nagyon jó. Utána jöhet a 6-os, az így fog bejönni, ez le fogja ezt takarni, ezt a részt. Így. Nagyon jó. Utána fog jönni a szürke, megint teljesen kilóg a szél, és letakarja végleg ezt a részt. Ide fog jönni. Így. És van nekem még két darab 8-osom, ami a legeslegvégén fogja kiegyenesíteni ezt a dolgot. Tehát ide fogom, és ezt ráteszem ide. Ez pedig a másikra is. Most teljesen sík a felület. Teljesen egy síkban van az egész mindenség, amikor rányomtad, akkor teljesen egy síkba került. Nagyon-nagyon jó. Ezzel kész vagyunk, lapozzunk tovább. Jó, na most. Fog kelleni egy darab szürke, olyan elem, ami... Mindjárt megmondom, melyik elem. Egy ilyen kell nekem. Kell nekem a feketéből egy ilyen. Kell nekem feketéből kell, vagy szürke az, hát a fekete, feketéből egy ilyen. Igen, kell nekem egy ilyenből kettő, szürkéből, de nem ilyen, hanem a sima kell. Bocsánat, mert ebből van sima is, meg nem sima. Tehát két sima kell, két sima szürke, ilyen. Jó, kell nekem egy darab hosszú szürke, már nincs is másmilyen dolog, de még van. Azt mondja, hogy ide. Jó. Oké. Tehát ez meg egy darab, ebből egy darab, ebből egy darab, ebből kettő darab, ebből kell egy darab, és kell még két darab ilyen, fekete ez a, hát ez mennyi? Ez 8x4-es, ebből kell kettő darab. Jó, na akkor kezdjük, folytassuk pontosabban tovább. A kocsi elejét csináljuk tovább, ezt a valamit így megfogjuk, és akkor ide fel tudjuk szépen passzítani. Így itt van, nagyon jó. Amikor ez itt megvan, én azt mondom nektek, hogy úgy kéne csinálni, hogy ne tudjuk elrontani, jó? Tegyük azt, hogy ide leszünk a két szürkét, mert ő azt mondhatja, hogy a két szürkét ide várja. A két kis szürkét ide várja. Így. És innen indítja el ezt a lapokat. Ezeket a lapokat innen indítja el. Így. És ugye ezeknél fogja és csinálja úgy, hogy van a kis fekete. Van a kis fekete. Azt mindenhonnan egyforma távolságra középre így berakja, és elé rakja ezt a valamit ide. Mert szerintem ezzel lesz a sebességváltó, és itt lesz a két ülés. Jó, ez így lesz, ide, így. Ezt ráteszi, és ezt pedig úgy, hogy ugye fele-fele elven így rárakja ide hátra. Így. Így, és akkor ugye itt lesz a két ülés, lesz a sebváltó. Na, nagyon jó. Akkor jön nekünk még, azt mondja, hogy egy darab fekete 8x4-es, így van. Most jön ez innen, vagy honnan, valahonnan jön majd. Aha, megvan ez, utána jól elraktam. Egy ilyen szürke, ennek van egy párja is, ide dobtam bele. Így van, megvan ez is. Kell nekünk
azt mondja, hogy kicsikéből, egyesből, totálisan csak egyesből. Hát, jó. Maradjunk annyiba, hogy idáig elérkeztünk. Nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek idáig ezt az epizódot. És ennyi van kész jelen pillanatban az Operblitz alvázából. Annyi lesz fogok csinálni, hogy ide ki fogom válogatni az újakat, és innen fogom folytatni a második résszel. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és gyertek el a következőre is. Tehát ne felejtsétek el, lesz tankos sorozatunk, lesz repülőgépes, és lesz olyan, ahol kiszolgáló egységek lesznek, tehát olyan gépjárművek, amik hadászati gépjárművek lesznek, tehát akár jippek, akár teherautók, félánctalposok, lesz egy ilyen. Jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltok, sziasztok!